Szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit. A mai napon Magyarország politika történetének első előválasztásának a végén vagyunk itt. Az előválasztási bizottság nevében, az előválasztás lebonyolítójának a nevében köszöntök mindenkit. Szeretném bejelenteni, hogy a majd egy hétig tartó előválasztási folyamat eredményesen lezárult. A részvétel nagy volt, erről részletesen az előválasztási bizottság által felkért szakértő, dr. Szigeti Péter egyetemi tanár, az Országos Választási Bizottság volt elnöke fog számot adni. Én szeretném megköszönni a lebonyolításban résztvevő minden párt és szervezet aktivistáinak, vezetőinek és minden közreműködőnek azt a segítséget, ami lehetővé tette azt, hogy ez az előválasztás sikerrel, komolyabb fennakadások nélkül a törvényességet, biztonságot teljes mértékben garantálva folytatódjon le. Visszaélésekre okot adó jelenségeket nem tapasztaltunk, az informatikai rendszerre irányuló manipulálási kísérleteket nem észleltünk, összességében a folyamat rendben és tiszta körülmények között zajlott le. Még egyszer szeretném megköszönni a lebonyolításban résztvevőknek, a jelölteknek az aktív kampányt, és mindenkinek, annak a rengeteg embernek, a rengeteg budapestinek, aki részt vett ebben a folyamatban, ami azt teszi lehetővé, hogy az őszi önkormányzati választásokon egy az egy ellen induljunk. Az előválasztás ezzel a célját elérte, és akkor most dr. Szigeti Pétert kérném meg az eredmények ismertetésére. Köszönjük szépen! Tisztelettel köszöntöm én is a megjelenteket, sajtóképviselőit, kedves nézőket! Azzal kezdeném, hogy nem egy közjogi aktus eredményhirdetésén vagyunk itt, hanem egy kölcsönös alávetésen alapuló politikai megállapodás, megegyezés nyomán alakult ki egy olyan szabályrendszer, ami alapján a budapesti főpolgármester választásra az ellenzék egységes jelöltet kíván állítani. Ennek a szabályrendszernek az érvényessége tehát a kölcsönös megállapodáson alapul, és annyiban kétségtelen, hogy egy olyan politikai újításról is szó van, amelyik a részvételi elemet, a közvetlen demokratikus elemet erősíti a választási folyamatba. A dolog lényege tehát az, hogy egy újszerű kezdeményezés nyomán alakul ki egy politikai egyetértés a résztvevő felek között, és pedig itt az alanyai ennek a politikai szerződésnek. Négy szervezet, ugye, a Magyar Szocialista Párt, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és a Szolidaritás Mozgalom, de épp olyan jelentős résztvevői ennek a megállapodásnak a budapesti polgárok, akik budapesti lakcímmel, állandó lakcímmel rendelkeztek, hiszen, és itt most már átérnék az eredmények ismertetésére, hiszen 34.214 az összszavazatok száma, 34.214, ebből mindössze 81 szavazat volt érvénytelen. Következésképpen az érvényes szavazatoknak a száma 34.133. A 34.133 érvényes szavazat megoszlása pedig a következő. Karácsony Gergely jelölt 27.598 szavazattal nyerte az előválasztást, Horváth Csaba pedig 6.535 szavazatot kapott. Következésképpen a budapesti főpolgármester választáson a demokratikus ellenzék jelöltje Karácsony Gergely úr lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, ezzel az eredményhirdetés rész lezárult, a továbbiakban a politikusoké a szerep. Viszontlátásra! Köszönjük szépen, és én most megkérném Magyarország első előválasztásának két győztesét, hiszen ezen politikai közösségünk ezen a folyamaton nyert, hogy tartsák meg tájékoztatójukat, illetve a résztvevő pártok képviselőit kérném.
Kezdjük a gratulációval. Gergő. Köszönöm a budapestieknek azt a sok szeretetet, biztatást és támogatást, amit az utóbbi időben kaptam. Budapest megmozdult, ez már önmagában is egy komoly siker. Látszik, hogy a budapestiek végre a saját kezükbe akarják venni a saját sorsuk irányítását. Ez egy tisztességes verseny volt szövetséges partnerek között. Az volt a kérdés, hogy Budapest várospolitikusa, vagy az ellenzék, az ország ellenzékének legnépszerűbb politikusa-e esélyesebb arra, hogy vigye a közös zászlónkat. Örülök, hogy Budapest történetében először nem elsősorban pártvezetők, hanem a budapestiek mondhatták meg, hogy kit tartanak erre a feladatra a legesélyesebbnek. Én büszke vagyok, hogy részt vehettem ebbe, és jó szívvel tudom támogatni a budapesti polgárok döntését. Mindketten Budapest felszabadítását tűztük ki célul, éppen ezért is állok a mai naptól Karácsony Gergely mögé, hogy minden erőmmel és tudásommal segítsem sikerre közös ügyünket, a Szabad Budapest megteremtését, amelyben minden budapesti polgár hovatartozásától függetlenül otthonosan, biztonságban, kényelemben és jól érezheti magát. Budapest sorsdöntő kérdés előtt áll. A kérdés az, hogy a budapestiek, ahogy ma soha nem látott egységben szavaztak és mentek el hóban, fagyban, esőben dönteni a számukra fontos sorskérdésben, hogy mi politikusok ugyanezzel a felelősséggel készüljünk fel mind az európai, mind az önkormányzati választásokra. Ahogy mondtam, a budapestiek zászlóvivőt választottak. Éppen ezért a mai naptól én Karácsony Gergely mögött állok. A budapestiek rád bízták a zászlót, ezért számíthatsz rám, és mindannyian veled vagyunk. Vigyük sikerre közös ügyünket. Köszönöm még egyszer. Jó napot kívánok, én is sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Valóban egy történelmi dolgot tett most Budapest. Egy történelmi győzelmet aratott a Fidesz megosztó politikáján. Történelmi győzelmet aratott a Fidesznek azzal a politikájával szemben, amely az elmúlt években megpróbálta leszoktatni az embereket arról, hogy politikával foglalkozzanak. Annyi mocskot, annyi rágalmat akasztott a politikára, hogy sokan talán azt gondolták volna, hogy az embereknek el is megy a kedve attól, hogy részt vegyenek a közös döntések meghozatalában. Ez a nap egy történelmi nap. Egy új ellenzéki politika kialakításának a napja. Egy olyan nap, amelyben az állampolgárokkal közösen létrehozzuk az ellenzéki egységet a Fidesz politikájával szemben. Hétfőtől folytatjuk közösen a küzdelmet annak érdekében, hogy a múlt embereivel szemben Budapest jövőjét építsük. Holnaptól a hatalom emberével szemben, hiszen Tarlós István már rég nem a budapesti főpolgármestere, hanem a Fidesz helytartója. Holnaptól a hatalom emberével szemben az emberek hatalmát fogjuk felhasználni annak érdekében, hogy ezt a várost megváltoztassuk. Én nagyon régóta szorgalmaztam azt, hogy az emberek véleményének kikérésével építsünk közös ellenzéki alternatívát. Büszke vagyok arra, hogy ezen a választáson, amely az első előválasztás volt Magyarországon, én magam is részt vehettem, és természetesen nagyon örülök annak a támogatásnak és annak az eredménynek, amely kialakult. Ez világosan azt üzeni számomra, hogy a budapestiek nem pártokban gondolkodnak, hanem közös célokban. Ennek megfelelően nekem is, és minden szövetségesemnek abban kell gondolkodnia, hogy nem az ellenzék főpolgármester jelöltjét keressük, nem az ellenzék programját ajánljuk, hanem a budapestiek jelöltjeit keressük, és a budapestiek érdekének megfelelően alakítjuk ki a programunkat. Éppen ezért az a munka, az a folyamat, hogy a budapesti polgárok bevonásával építjük közösen a politikánkat, ez folytatódni fog. Folytatódni fog a kampányban, megyünk tovább egészen addig, ameddig nem érjük el azt, hogy egy az egyben indulhat a teljes ellenzék a Fidesz jelöltjével szemben, és amíg ki nem alakítjuk azt a programot, ami valóban a budapestiek akaratát jelenti, és azt a sok-sok párbeszédet, amely fontos ügyeinkben le kell folytatnunk, ezeket az elkövetkező hetekben, hónapokban meg fogjuk csinálni.
Lényeg az, hogy ennek a napnak nincsen vesztese, csak a Fidesz. Győztese viszont mindenki, aki változást akar Budapesten. Győztese az a sok ezer állampolgár, aki eljött szavazni, és győztese az a sok ezer állampolgár, aki ma még az előválasztáson ugye nem vett részt, de pontosan tudjuk, hogy változást akar. Győztesei azok a szervezetek, amelyek vállalták azt, hogy átengedték a legfontosabb döntést a választópolgároknak. És győztese mindenki, aki hisz abban, hogy Budapest újra a nemzet fővárosa és Európa egyik büszkesége lehet. Ennek a szellemében fogunk politizálni. Nagyon sok szövetségesünk van már. 34 ezer, több mint 34 ezer szövetségesünk van, hogy folytassuk ezt a munkát. Rájuk és mindenki másra, aki Budapesten változást akar, egyformán számítunk. És természetesen én elsősorban továbbra is számítok Horváth Csabára, akitől az elmúlt években és az elmúlt hetekben is nagyon sokat tanultam, akitől jogos kritikákat és bátorítást is kaptam. És ahogy az elmúlt időszakban nagyon sokszor elmondtuk, itt a végén ugyanígy tartjuk, hiszen Budapest ügye közös mérőjövő elkötelezettségünk az, hogy közösen fogunk dolgozni Budapest megváltoztatásán, és ezért nagyon szépen köszönöm Csaba támogatását, és a tapasztalatára, tudására, elszántságra és küzdeni akarására továbbra is számítani fogok, mint ahogy fordított esetben ő is számolhatott volna mindenre, amiben én őt segíteni tudom. Ebben a szellemben megyünk tovább. Az a dolgunk, hogy újabb és újabb szövetségeket építsünk, hogy eljussunk oda, hogy 2019. októberében Budapest végre a budapestieké legyen a Fidesz helytartóival szemben. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Az első mondat a köszöneté. Köszönet annak a 34 ezer budapesti választópolgárnak, aki hóban, fagyban, ónos esőben leadta a szavazatát, és akik támogatták a változást. Köszönet azoknak, akik részt vettek Magyarország történelmének első előválasztásán, segítették a lebonyolítást, ott voltak kora hajnaltól késő estig, akik vasárnap is szavazatot számoltak, és akik munkájukat és hitüket adták, hogy ezt törvényesen és tisztességesen lebonyolítsuk. Természetesen köszönet a két jelöltnek, hiszen előválasztást tartani csak versenyben lehet. Ők korrekt versenyt folytattak, és külön köszönet ebben a versenyben Horváth Csabának, aki egy győztes csapat tagja, és köszönet Karácsony Gergelynek, aki ezt a győztes csapatot vezetni fogja. Aztán köszönet a Párbeszédnek, a Demokratikus Koalíciónak és a Szolidaritásnak, hiszen ők egy nagyon fontos ügy mellé álltak, amit mi budapesti szocialisták kezdeményeztünk, ezt előválasztásnak hívják. És természetes, hogy a mai nap talán szimbolikus is, hogy vasárnapról beszélünk, ez a keresztény hívőknek az úrnapját jelenti, amit meg is kell szentelni, ezt a vasárnapot, ami azért is szimbolikus, mert majd októberben egy vasárnapi napon fogjuk legyőzni a Fidesz-KDNP-t és Tarlós Istvánt. Ez a vasárnap létrehozott egy szövetséget, mondhatnám azt is, hogy a vasárnapi szövetséget. Megszentesítette azt a szövetséget, amit a Szocialista Párt, a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció, a Szolidaritás a budapesti választókkal kötött. És hogy hallottuk, Karácsony Gergely elmondta, hogy ennek az előválasztásnak csak nyertesei vannak. Igen, mind az 1.380.000 budapesti választó, sőt valamennyi vagy a választópolgár, hiszen a nemzet fővárosáról beszélünk, szimbolikus, hogy Budapesten mi történik. Nyilvánvalóan ebben a versenyben a legesélyesebb, az egy az egyenleni küzdelemre a budapesti választók által legalkalmasabbnak felhatalmazott, és nem politikusok osztozkodása, hanem a választók akaratából Karácsony Gergelyt találták kihívónak. Elfogadjuk ezt a döntést, támogatjuk ezt a döntést, hiszen a budapesti választók hozták. Nemes verseny volt, ahol a Szocialista Párt korábbi miniszterelnök jelöltje, az ország legnépszerűbb ellenzéki politikusa, a Párbeszéd társelnöke, Zugló polgármestere versenyzett Horváth Csaba frakcióvezetővel, és természetes, hogy a budapesti választók annak kívánták adni a zászlót, aki a legesélyesebb Tarlós István kihívását. Arra kérünk mindenkit, minden budapesti választót, hogy álljanak készen létben, hisz ez a csata nem dőlt el. Ez a csata most kezdődött Budapestért. Segítsenek abban, hogy minél aktívabban vegyenek részt az európai parlamenti kampányban, majd az önkormányzati kampányban. És vegyenek részt
abban az esetleges kampányban, amit júniusban fogunk lebonyolítani, hogy létrejöjjön az egy elleni küzdelem. Ez a szövetség nyitott szövetség. Készen állunk arra a harcra, amit Budapestért és az országért kell folytatni, és azért mondom, hogy nyitott szövetség, hiszen a négy szervezeten kívül várunk minden demokratikus pártot, várunk minden választót, civil szervezetet, csatlakozzanak. Csatlakozzanak most, vagy legkésőbb júniusban. Akik nem csatlakoznak a szövetséghez, akik nem állnak be az előválasztás intézményébe, akik húzzák az időt, vagy esetleg önállóan akarnak győzni Tarlós Istvánnal szembe, akinek nagyon komoly támogatottság van, azok nem a változást támogatják, hanem egy más forgatókönyvet hajtanak végre. Én azzal zárnám, hogy Budapest éjjel-nappal készül a küzdelemre. Ezt a küzdelmet Karácsony Gergely fogja vezetni. Mi budapesti szocialisták jó szívvel állunk mellette, mögötte, ha kell előtte, hogyha küzdelem van, az elsősorban fogunk küzdeni azért, hogy változást élhessünk el, hiszen az önkormányzati választás nem csak arról szól, hogy ki fogja vezetni a fővárost, hanem arról a fontos kérdésről is, hogy a 2022 felé vezető úton az ellenzék milyen esélyekkel tud elindulni. Ehhez a változáshoz kérjük a budapestiek, a budapesti pártok, a civil szervezetek és mindenki támogatását, hogy mérettessék meg, hogy októberben valóban olyan erőse a NER, mint ezt gondolja, valóban legyőzhetetlen Tarlós István, vagy inkább ez csak legenda, amit egy szép vasárnapi napon ez a szövetség be fog bizonyítani, hogy ez a legenda legyőzhető, ez a mítosz, ez talomba tehető, és ez a vélelem megdönthető. Köszönöm szépen a figyelmet! Kezdjük sokan, jó napot kívánok! A budapestiek tudták és értették ennek az előválasztásnak a tétjét. Jól tudják, hiszen saját bőrökön tapasztalják most már hosszú évek óta, hogy nem főpolgármesterük van, hanem egy miniszterelnök által odaküldött helytartójuk, aki inkább gazdáját és nem pedig őket képviseli. Ezért tudják, hogy ennek Tarlós főpolgármesterségének véget kell vetni. És emellett értették, hogy ez máshogy nem megy, mint egy nagyon-nagyon széleskörű együttműködéssel. Muszáj, ahogy szoktuk mondani, egy az egy ellen megküzdeni a Fidesz jelöltjével, a demokratikus ellenzéknek egy jelöltet kell állítani ahhoz, hogy esélye legyen az őszi önkormányzati választásokon. Egy új módszer a budapesti előválasztás bebizonyította, hogy lehet ennek olyan módja, ami a választópolgárokat is bevonja. Köszönöm a budapestieknek, hogy értették, hogy részt kell venni az előválasztáson, mert így tudjuk a legesélyesebb jelöltet kiválasztani, azt a jelöltet, aki kihívója lehet Tarlósnak, vagy még inkább Orbán Viktornak, hiszen tudjuk, hogy Tarlós nem magát képviseli a fővárosban. Ezért köszönöm a részvételt. Külön köszönöm a Demokratikus Koalíció szavazóinak, szimpatizánsainak, hogy még saját pártos önérdeküket is félretéve ilyen nagy számban, sok-sok ezren vettek részt ezen az előválasztásom. Köszönöm nekik, hogy a DK által működtetett sátorban volt a legnagyobb részvétel az egész előválasztás során. Ők is tudták és értették, hogy nem az a fontos, hogy melyik a kedvenc pártjuk, hanem hogy tudunk-e találni egy közös ellenzéki főpolgármester jelöltet, aki győzni tud idén ősszel az önkormányzati választásokon. Nekik tehát külön köszönöm. Másodszorban szeretném köszönni a jelölteknek a részvételt, a küzdelmet. A DK végig részt vett az előválasztás tervezésében és lebonyolításában, de csak a legeslegutolsó pillanatban döntöttünk arról, hogy kit támogatunk a két jelölt közül. Nem a hozzáértés, a tisztesség döntött ebben a kérdésben, mert abban egyenlő a két jelölt teljesítménye. Mind a ketten hozzáértőek és mind a kettően tisztességesek. Azért döntöttünk Karácsony Gergely támogatása mellett az előválasztást megelőzően, és azért kértük a támogatóinkat, hogy Karácsony Gergelyre szavazzanak, mert azt gondoltuk, hogy két tisztességes hozzáértő ember közül talán neki van nagyobb esélye arra, hogy ősszel az éles választásokon is győzni tudjon. Köszönöm tehát Csabának a tisztességes helytállást, és köszönöm Gergőnek azt, hogy a DK támogatásával ilyen jó eredményt tudott elérni. Harmadrészt engedjék meg, hogy a végén még a két jelölt közül a győzteshez külön forduljak. Karácsony Gergő a mai naptól kezdve már nem egy országos pártpolitikus. Nem egy konkrét politikai közösség képviselője, nem egy párt vagy
pártcsalád vagy pártszövetség pártpolitikusa. Mostantól kezdve Karácsony Gergely, a demokratikus ellenzék, legalábbis a baloldali ellenzék közös ellenzéki budapesti főpolgármester jelöltje. Ez hatalmas felelősség. Egészen más típusú munka, mint amit korábban pártpolitikusként neki el kellett látnia. Mi bízunk abban, sőt biztosak vagyunk abban, hogy Karácsony Gergely megfelel ennek az elvárásnak, az egész ellenzéki tábor tudja majd pártatlanul a főpolgármester választáson idén ősszel képviselni. Köszönöm tehát a budapestieknek, köszönöm a DK-soknak, köszönöm a jelölteknek, és külön köszönöm és kérem Karácsony Gergőt arra, hogy közös ellenzéki jelöltként pártpolitikától mentesen tudjon ennek az oldalnak a főpolgármester jelöltje lenni. Ha ezt így csináljuk, akkor győzelem lesz. Az egység létrejött, ezt már csak mi tudjuk elrontani. Budapesten a Tarlóssal, Orbánnal szembeni választók többségben vannak. Ha nekünk van egy jó jelöltünk, mostantól kezdve van, lesz egy jó programunk, nyilván nagyon gyorsan lesz az is, akkor csak mi tudjuk elrontani. Budapest készen áll a változásra, mi ehhez minden támogatást a főpolgármester jelöltnek meg fogunk adni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Hát az első szó természetesen a köszöneté, hiszen amikor az első nap elindultam a Blahalúza téren lévő sátorba, amit mi üzemeltettünk, konkrétan szakadt a hó, ami aztán később havas esőbe váltott, majd később eső lett belőle, és hát azt gondoltam, hogy élő ember nem lesz, aki ilyen körülmények között eljön hozzánk szavazni. Ehhez képest, amikor megérkeztem a sátorhoz, akkor sorok álltak, és ez a végig kitartott, úgyhogy óriás köszönet a budapestieknek, hogy érezték a fontosságát ennek az ügynek. Természetesen ugyanilyen köszönet jár mind a négy szervezetnek, az aktivistáinak, akik hát tényleg szó szerint hóba, sárba és szélben végig kint voltak, rengetegen lebetegedtek, de azért végig kitartottak, elképesztő munkát végeztek, úgyhogy köszönet érte ezért. Köszönet természetesen a partnereinknek, hogy ezt a kockázatos vállalkozást, azt az előválasztást bevállalták, hiszen nem tudtuk, hogy mi fog történni. Magyarországon még ilyen nem volt, Budapesten sem volt ilyen. Ehhez képest azt hiszem, hogy jól csináltuk, és az emberek is jól csinálták, és egy sikerre vittünk egy olyan dolgot, ami Magyarországon még nem volt, és új hitet és új energiát adtunk az ellenzéki politizálásnak, remélem, hogy nem csak Budapesten. Úgy tűnik, hogy ez a négy szervezet, ez csak úgy, mint egyébként a 18-as választásokon együtt tud működni azért, hogy Magyarországon változás történjen. Nagyon remélem, hogy a többi ellenzéki szervezet is érzi a felelősségét abban, hogy Budapesten változás történjen. Azt szeretnénk, hogy jöjjenek és csatlakozzanak hozzánk, vagy legalábbis ne velünk szembe politizáljanak, hanem Budapestért és Magyarországért politizáljanak. Nagyon reméljük, hogy velük is további szövetségeket fogunk tudni kötni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez valóban, ahogy itt többen elmondták, ez egy történelmi pillanat. Budapesten, de szerintem Magyarország több megyéjében és városában is többségében vannak az ellenzéki szavazók. Amennyiben együtt tudunk működni, akkor az önkormányzati választásokon érdemi eredményeket fogunk tudni elérni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos választás lesz, nem csak az Európa Parlamenti választások, hanem az önkormányzati választások. Ezért mindenkinek érezni kell a felelősségét abban, hogy ne fordulhasson elő az, ami nem is olyan régen egy országgyűlési választásokon, ahol valójában ellenzéki kerületeket, településeket adtunk át a kormányzó pártnak. Természetesen mi is gratulálunk Karácsony Gergőnek a győzelemért, és nagyon köszönjük Horváth Csabának, hogy vállalta a nemes küzdelmet. Természetesen mind a kettőjüket ugyanúgy, ahogy eddig is támogatjuk, és Gergő mellett pedig teljes messzerességgel küzdeni fogunk Budapestért. Köszönöm szépen. Én is köszöntöm a sajtó képviselőit. Nagyon sok köszönet elhangzott itt, de a Párbeszéd nevében is szeretnék köszönetet mondani, hiszen nem lehet elégszer megköszönni annak a 34 ezer embernek, annak a több mint 34 ezer embernek, aki elment szavazni, és annak a több száz aktivistának, aki segítette ezt az előválasztást. Tényleg hóban, fagyban dolgoztak a sátrakban, az urnákkal. Nagyon szépen köszönjük. Külön köszönöm a résztvevő pártoknak, a Magyar Szocialista Pártnak, a Demokratikus Koalíciónak és a Szolidaritásnak, hogy megtartottuk Magyarország első előválasztását. A számok azt mutatják, hogy az előválasztás bejött. Sokan fanyalogtak, hogy nem fogja az embereket érdekelni, sokan azt mondták, hogy nincs semmi értelme, főleg a Fidesz részéről. Azt értjük, hogy a Fideszben miért mondják, hogy nincsen értelme, hiszen a Fideszben egy vezér dönti el azt, hogy kiből mi lehet, vagy nem lehet. Mi itt a demokratikus oldalon egy demokratikus szabályok szerint tartott előválasztást tartottunk, ahol tiszteltük a riválist,
ahol olyan szabályokat alakítottunk ki, amely mindkét félnek vagy minden félnek kedvező, és nem olyat, ami magunk felé húz. Ahol nem lehetetlenítettük el adminisztratív módszerekkel a másikat. Ahol tiszteltük a riválist, ahol nem legyőzni akartuk a másikat, hanem meggyőzni. Éppen ezért innen gratulálok Horváth Csabának és Karácsony Gergelynek, akik egy nagyon szép versenyt vívtak, végig tisztelve egymást, és megmutatták, hogy ilyen kulturáltan is lehet versenyezni, ilyen kulturáltan is részt lehet venni a választásokon. Az előválasztás tehát bejött, ajánljuk, hogy a ellenzék a hasonló esetekben a hasonló dilemmákat is ezzel a módszerrel döntse el, és ez vezet ahhoz az úthoz, hogy az ellenzéknek minden egyes választókörzetben, itt majd az önkormányzati választások kapcsán minden egyes városban egy polgármester jelöltje legyen, illetve egy önkormányzati képviselő jelöltje legyen. Köszönöm szépen!